hány fokos? 68 fokos átlagban, de ez lehet két fokkal, több két fokkal kevesebb, ahogy a természet éppen a mai nap folyamán. Mintha te a forralóban nyúlkálnék. Az évek során Sódom néven vált ismerté ez az egerszalóki látványosság, ami itt látható mögöttem. Ráadásul Európában ez az egyetlen ilyen. Mi a felvétel kedvéért exkluzív engedélyt kaptunk, hogy felmászunk a Sódombra, de ezt egyébként nem szabad, igaz? Nem. Ez egy kiemelten természetvédelmi terület, és ide senki nem jöhet fel. Nagyon jó puha, igaz? Igen, azt gondolná érzem, az ember. Mintha egy finom szőnyegen mászkálnék. 1961-ben itt a környéken nagyon sok helyütt történt olajutáni kutatás, fúrások, és az egyik alkalommal itt olaj helyett ez a csodálatos gyógyvíz tört fel, így ahogy ez lefolyt, a maga 1600 mg oldott ásványi anyagával literenként kivált, és ide lett ez a csodálatos csipkézett képződmény. Kezd egyébként egyre forróbb lenni a lábam alatt a talaj szó szerint, de azért azt megkérdezném, hogy ugye Sódomba neve, de még sincs benne só. Igen. A látszat ellenére és a neve ellenére. Igen. Hát ugye ez a szájhagyomány, illetve a köznyelven terjedt ügyel, de a nátriumklorid, tehát a konyhasó tartalma kifejezetten alacsony, hogyha megnyalnánk, akkor nem éreznénk sósnak ezt a vizet, illetve magát a képződményt sem. Meg szabad nyalni egyébként? Persze, ezt inni is lehet, ez egy nagyon tiszta víz, palackozni nem tudjuk, de sok vendég van, aki egyébként iszik is belőle. Hát ha valaki megkóstolná, akkor gyakorlatilag íztelen homok íze van. Tényleg nem sós. Akkor ezzel most nem károsítjuk egyébként. Nem. Bizonyos időközönként a felületéről ugye ezeket az algákat el is kell távolítani, hogy szebben tudjon fejlődni. Ha a vörös algát lekaparom, akkor alatta zöld alga él. Különböző mikroorganizmusok élnek itt. Itt tör fel a gyógyvíz. Milyen hatása van ennek a víznek? Az orvosi hatásaink kívül, mint hogy gyulladás csökkentő, így reumatikus bántalmakban, ízületi porckopásokban, rehabilitációban segít. Nagyon fontos megemlíteni azt is, hogy ez a léleknek is egy nyugalmat árasztó dolog. Nagyon szívesen idézem itt Márait, aki a gyógyfürdőket a lélekvizes kolostorainak nevezi. Ezt így gondolom én is. És ugye ez a víz is, mint ahogy más gyógyvizek sem állnak korlátlanul a rendelkezésünkre. Mennyi van? Kutatások azt mutatták, hogy ilyen napi vízkivétellel körülbelül 100 évig élvezhetjük ennek a jótékony hatását. Tehát akkor érdemes beosztani ezt a vizet és vigyázni rá. Nagyon vigyázzunk rá. A világon összesen kettő hasonló képződmény létezik. Az egyik Törökország ázsiai részén, a másik pedig az Amerikai Egyesült Államokban. Fürdeni már egyikben sem lehet. Pár évtizeddel ezelőtt még teljesen más volt, mivel egri lány vagyok, és Egerhez képest Egerszalók 5 kilométer, így nagyon sok esetben nappal és éjszaka is látogattuk a Sódombot. Igenis, a dögönyöző egy kulcs szerepet játszott az egésznek a kialakításában. A farönkök vannak középen kiválva, és azon folyik a víz, és aláállva ugye a dögönyöző hatást érjük el. Ugyan itt volt annak idején, és... És akkor azért az a neve, hogy dögönyöző, mert dögönyöz minket a víz? Igen, úgy hiszem, a magyar nyelv szépségéből kifolyólag ez egy ilyen funkcionális szó, igen. Magyarország természetes gyógyvizeiben megmártózni igazi feltöltődés, innen pedig az Egerszalóki Sódomb is kiválóan látható.